szeptember 14-én, 15-én talán a dátumhoz illeszkedve mindössze 14-15 fokban vette kezdetét a Tirpák Fesztivál Nyíregyházán. A történelmi, kulturális és gasztronómiai hagyományápolás keretében megszervezett nagy rendezvényt ebben az évben is meglátogatták a megyeszékhely testvér és partner települései. Úrik Attila alpolgármester kiemelte, a lényegét tekintve a Tirpák Fesztivál a város életében a legfontosabb program. Minden város szempontjából nagyon fontos az identitása, hogy honnan eredezteti a gyökereit. Ugye ez Nyíregyháza esetében egyértelműen az evangélikus tót lakossághoz kapcsolódik, és nem árt, hogyha a jelenben élők, még ha ez egy távoli múlt is, ezt a fajta szorgalmat, amivel ezt a várost és takarékosságot felépítették, azt szem előtt tartják, mert minden, ami itt a Kossuth téren látható, az az elődeknek a munkája. Sőt, ugye most örökváltság 200. évfordulója is van, amelyben a város akkori 15 000-es lakossága családonként körülbelül mai pénznek megfelelően 80 000 forintot áldozott arra, hogy megváltsa a szabadságát és a saját önrendelkezés útjára lépjen. Az idei Tirpák Fesztiválhoz 14 programmal csatlakozott a Nemzeti Művelődési Intézet, az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban elnevezésű országos programsorozat részeként. Itt megjelennek azok a helyi értékek, amelyekkel gazdagítani tudtuk nem csak Magyarországot, hanem Európának a kultúráját is. És Nyíregyházán ugye a Tirpák Fesztivál keretében leginkább a gasztronómia került a középpontba, és tudjuk azt, hogy ha Magyarországra érkezik egy vendég, az éhen biztosan nem marad, mert ezzel is kifejezzük a szeretetünket, gondoljunk csak bele, akárcsak a nagyszülők, hogy hogyan tudjuk a szeretetünket kifejezni mi az ételeken keresztül, és ez jó példája ez a rendezvény erre, hiszen ahogyan láthattuk itt a színpadon, nagyon sok testvértelepülést meghívtak, akik szintén bemutathatják, hogy ők milyen ételeket tesznek szívesen az asztalra, akkor, amikor leginkább ki szeretnék fejezni a szeretetüket. Szombaton 21, vasárnap 26 csapat kínálta ételeit a látogatóknak. Visszatérő vendégként jelent meg önálló standdal 2024-ben is a nagykállói Kállai Rudolf szakképző iskola a fesztiválon. Tapasztalataik szerint, bár már hajnalban elkezdték a főzést, a fesztivál látogatók igényeit nem tudják kielégíteni teljes mértékben. Nálunk a sztapocska az egy nagyon kuriózumként, és a tavaly mennyiséget tovább 10%-kal növeltük, tehát 80 kg alapanyagból készítettük, de szerintem ez is délelőtt el fog fogyni. Illetve természetesen egy főtétellel, levessel készülünk, az babos, gulyás, leves, egy kicsit megvadítva, tirpákosítva. A puliszka, mint kínálat, nem maradhat ki a kínálatunkból, illetve újként jött elő, hogy kukoricalisztből, almából, rendes lisztből egy süteményt készítettünk, majdnem 30 tárcával sütöttek le a kollégák tegnap. Az intézmény részéről a turizmus vendéglátás ágazati képzés képviselői idén is kitettek magukért. Voltak, akik első alkalommal jelentek meg a fesztiválon, kínálva nagy odafigyeléssel készített ételeiket. Ez tárkonyos vadragú leves lesz, erdély módra. Az mit jelent? Ez erdész módra. Ez azt jelenti, hogy vadhúsból készült, és borsó nincs benne, és paprikával, meg galuskával készül el, és meg gombával. Az orosiak étele elnyerte a legjobb levesnek járó díjat a hétvégi Tirpák Fesztiválon. A körülbelül 120 adag leves rövid időn belül elfogyott, csak úgy, mint az Egyesület lelkes tagjai által készített több ezer palacsinta is.